Üdvözlöm a Karcag Televízió minden kedves nézőjét! Mai vendégünk F. Kovács Sándor, városunk és térségünk országgyűlési képviselője. Üdvözlöm képviselő urat, köszönjük, hogy elfogadta a meghívásunkat. Nagy szeretettel üdvözlöm én is a Karcag Televízió nézőit. A napokban került átadásra a Bátszalókon a Szabad Strand területe. Mit lehet tudni a fejlesztésről? Ez a Szabad Strand területe, aki a Bátszalókon régebben járt, az láthatta azt, hogy igazából az elmúlt 25-30 évben keveset fejlődött az Abátszalóki strand. Most teljes mértékben megújult, de ez nem csak egy sziget, amely megújult, hogy csak Abátszalók újult meg, hanem a Tiszató partján nagyon sok településen, Tiszafüreden, Abátszalókon megújultak strandok, megújultak kikötők, megújult az idegenforgalmi infrastruktúra, de nem csak ezeken a településeken, hiszen volt a kormánynak egy olyan programja, hogy a szállásadók szobánként 1 millió forintot nyerhetnek a szállások minőségének a javítására, és Beregfürdőtől, Karcagon keresztül, Tiszafüred, Abátszalók, a környék települései nagyon sok pályázatot adtak be, remélhetőleg ennek nagy százaléka nyerni fog, több száz millió forint fog érkezni a környékre, választókerületbe, turisztikai fejlesztésre. Én azt gondolom, hogy egy folyamatos fejlődés látható is, akár hogyha valaki Beregfürdőre látogat, Abátszalókra, Tiszafüredre, vagy a környék bármelyik turisztikai idegenforgalmi központjába, az láthatja, hogy a fejlődés látható, szemmel látható és töretlen. Akkor elmondható az, hogy most érik be az elmúlt években az a rengeteg munka, ami a Tiszatavat az ország egyik legnépszerűbb aktív turisztikai célpontjává teszi? Így van, 3 héttel ezelőtt adtuk át azt a kerékpáros utat, kerékpáros hidat, amely Tiszafüredet Poroszlóval összeköti. Aki már kerékpározott a Tiszatónál, rengetegen kerékpároznak, az tudja azt, hogy hiányzó szakasz volt, hiszen a 33-as úton kellett Tiszafüred és Poroszló között megtenni ezt az utat. Ez balesetveszélyes volt, de most a Tiszán átívelő hidakon és kerékpárúton ezt meg lehet tenni, tehát a 68 kilométeres táv körbe kerékpározható. Én 3 héttel ezelőtt próbáltam ki, nagyon szuper, nagyon jó. Én ajánlom a környékben lakóknak, hiszen nem nagy távolságra ide a Tiszató, kerékpárral körbe lehet menni, egy nap alatt kényelmesen meg lehet tenni ezt a távot, és én meglepődtem nagyon sok karcagival, tiszafüredivel, a környékbeli lakosokkal találkoztam, amikor kerékpároztunk, kisgyerekesekkel, családokkal, hiszen ez egy nagyon jó lehetőség, és tavaly évben több mint 50 ezer kerékpáros kerülte meg a Tiszatavat, ebbe az évben ugyan a vírushelyzet miatt lehet, hogy egy kicsit másabb lesz, de szerintem a tavalyi rekordot túl fogjuk szállni, nem sok el fogjuk érni a 100 ezer kerékpárost egy évben. Újabb lépést tett Kunhegyes a munkahelyteremtés útján. Beszéljünk kicsit a részletekről. Kunhegyes nagyon nehéz helyzetben van, hiszen amikor a szocialista ipar, a BHG összeomlott, akkor nagyon sok kunhegyesi vált munkanélkülivé, és borzasztó nehéz újból felépíteni azt az ipari munkahelyteremtő struktúrát, ami Kunhegyesen volt. Másabb lesz. Kunhegyesen átadtunk egy ipari park beruházást, ami először is nem egy látványos, hiszen egy ipari parkban az a látványos, amikor már a csarnokok vannak kész, amikor már a gépeket helyezik be a csarnokokba és megkezdődik a gyártás, de egy nagyon fontos, hogy az infrastruktúrát megteremtsük, hiszen a szennyvízelvezetést, az elektromos hálózatokat oda kell vinni arra a területre, ahol majd a cégek be fognak települni. Azt sokan azt mondják, hogy nem is látszik semmi, mert nem történt semmi, de a földben ott vannak a nagy feszültségű elektromos áram berendezések, ott van a szennyvíz, a csapadékvíz elvezetés, tehát ez a kezdő lépés ahhoz, hogy ipari infrastruktúrát tudjunk teremteni, és ezt az önkormányzat megtette pályázati pénzből, amiben segítünk is. Tehát Kunhegyesen töretlen a fejlődés, bízunk benne, hogy a kakat érnek a rehabilitációja meg fog történni, és akkor Kunhegyesen újból élő víz a kakat át fog folyni, ami én azt gondolom, hogy látványban, életminőségben sokat fog javítani a településen. Karcagon a malom épülete jelen pillanatban kihasználatlanul áll. Mit lehet tudni a hasznosítás további lehetőségeiről? Hát az a helyzet, hogy több részre kell bontani,
hiszen Szatmári Zoltán vállalkozó megvásárolta a régi rizshántoló malmot, és megvásárolta a malom épületét, a nagy tároló kapacitással rendelkező silókat, gabonasilókat, amit a kisújszállási úton van. És én azt gondolom, hogy az első ütem az már nagyon jól működik, hiszen egy kukoricamalmot, egy 21. századi kukoricamalmot a rizshántoló területén megcsinált. Nagy mennyiségben, szinte három műszakra kell most már áttérni, olyan termelés folyik, ott még folyamatos újítások lesznek. A régi irodaépületeket, amikor a vasútállomás felé megyünk, a régi irodaépületeket fel fogja újítani, szállások lesznek, alatta üzlethelyiségek. A másik fontos dolog, ami a gabona, a siló, a kisújszállási úton és az a malom épület, hogy azzal mit kezdjen. A silók tele vannak búzával, az már megoldott, de a régi malom épülettel nagyon nehéz mit kezdeni. Arról már igazából malmot nem lehetne csinálni, hiszen alkalmatlan az épület szerkezete a mostani malom technológiának és a gépeknek. Azt beszéltük meg egy hónappal ezelőtt, hogy mit lehetne csinálni az épülettel. A tulajdonos legszívesebben elbontaná, de mi azt mondtuk, hogy ez annyira városképi fontosságú a malom épület, a téglából épült régi gabonasilók, hogy igazából arról beszélünk, hogy lehet megmenteni, mit lehet ott tenni, mert én annak nem örülnék, hogyha elbontanák és egy új, modern kinézetű malmot építenék, ami nem olyan, amihez a karcagek hozzá vannak szokva látványban, hiszen ez a városképhez teljes mértékben hozzátartozik. Elfogadta az országgyűlés a jövő év költségvetését, amelyet úgy apostrofáltak, hogy a gazdaságvédelem és a családvédelem költségvetéseiben, amely Magyarország biztonságát is garantálja. Melyek a költségvetés főbb elemei, és mit szólt hozzá az ellenzék? Hát a rövidebb rész, az ellenzék természetesen nem tetszett, hiszen nem volt még olyan költségvetés, ami tetszett volna az ellenzéknek, természetesen ellene szavazott. De nem ez a lényeg. A lényeg az, hogy borzasztó nehéz helyzetben van Európa és a világ gazdasága, hiszen a járvány nagyon sok gazdaságot térdre kényszerített, tönkretett. Európa déli részén az olaszok, a spanyolok, a franciák, a portugálok, még a belgák is nagyon megszenvedték ezt a koronavírus járványt, megszenvedte a magyar gazdaság is. De a magyar gazdaság a időben meghozott lépések, kormányzati lépéseknek és a lakosság fegyelmezett viselkedésének köszönhetően aránylag könnyebben megúszta ezt a válságot. Minket is mindenképpen megviselt, és a jövő évben a költségvetés olyan lesz, hogy azokra a prioritásokra, amiket a legfontosabbnak tartjuk, hiszen többet fognak kapni az önkormányzatok, többet fog kapni az egészségügy, és több fog jutni a családtámogatásra is a jövő évi költségvetésből. Én azt gondolom, hogy ha ezekre vigyázunk, a szociális, az egészségügyi részre, az önkormányzati részre, akkor a következő lépés pedig az, hogy a gazdaság még jobban megújuljon, hiszen van hátránya, nagyon sok hátránya ennek a koronavírus járványnak, az előnye pedig az, hogy át tudjuk gondolni, átgondoltuk, hogy eddig mit csináltunk rosszul, mi az, amiket elhanyagolhatunk, hiszen mint egy családi költségvetésben, amikor van egy kicsit nehéz helyzet, akkor az ember leül a család, és azt mondja, hogy hoppá, mit kellene másképp csinálni. Ez így van a költségvetésben is, én azt gondolom, hogy az idei év egy kicsivel nehezebb lesz, sokkal nehezebb lesz, de a jövő évben be fogjuk pótolni azt a hátrányt, azt a gazdasági hátrányt, mind munkahelyekben, mind bérben, fizetésben, amit ebben az évben elszenvedtünk. Én biztos vagyok benne, hogy a jövő év, és erre garancia ez a idén elfogadott költségvetés, a jövő évre elfogadott költségvetés, a jövő év egy sikeres, gazdagabb év lesz, és Magyarország ugyanazt a lendületes fejlődést fogja mutatni, amit az elmúlt években mutatott. Kiküldésre került minden háztartásban nemzeti konzultáció. Miért fontos az, hogy honfitársaink kitöltsék és visszaküldjék a nemzeti konzultációt? Én családom már kitöltött ezt a nemzeti konzultációt. Ez azért fontos, mert egy kormányzat a választásokon tudja meg, hogy mit gondolnak az emberek bizonyos dolgokról, bizonyos problémákról. Két választás között olyan nincs, hogy a kormányzat, a kormány ne kérdezze meg az emberek véleményét, mi a véleményük, jó irányba megyünk-e, mit szeretnének másképp, hiszen ennek a konzultációnak szerintem Európában nagyon
kevés helyen van hagyománya. Talán Franciaországban próbálkoznak ilyennel. Én azt gondolom, hogy Magyarországon ez egy fontos demokrácia eszköze, a konzultáció. Hiszen az emberek el tudják mondani, hogy mi volt a véleményük a migrációról, mi volt a véleményük a járványhelyzetről, és akkor tud egy kormányzat jól működni, akkor tud egy ország jól működni, hogyha figyelembe veszi az emberek véleményét. És ilyenkor, amikor a nemzeti konzultáció kiküldésre kerül, az emberek elmondhatják azt, hogy mivel értenek egyet, mit szeretnének másképp, jó-e az az irány, vagy kicsit változtassunk rajta. És én azt gondolom, hogy a demokrácia szempontjából egy nagyon fontos dolog, hogy két választás között is az emberek el tudják mondani a kormányzati munkáról, hogy mi a véleményük. És igazából nem csak egy közvéleménykutatás ez, hanem amikor ülünk közösen egy hajón, ülünk közösen egy országba, akkor együtt kell eldönteni, hogy az irány jó-e, amiben megyünk, kell-e rajta változtatni, az emberek, a magyar emberek így szeretnék, vagy szeretnének egy kicsit változtatni a dolgokon. Hiszen az az érdekünk mindannyiunknak és a kormánynak is az az érdeke, hogy a Magyarországon élő, a magyar emberek érdekét képviselje, és abba az irányba menjünk, amit az emberek, az ország, a magyarok szeretnének. Én azt gondolom, a nemzeti konzultáció ennek egy nagyon fontos vívmánya, és én arra kérek mindenkit, hogy töltsék ki. Természetesen az ellenzék ennek sem örül, nem szereti, de hát könnyű helyzetben van az ellenzék, mindenre nemet mond, amit a kormány javasol. Képviselő úr, köszönöm a beszélgetést. Köszönöm szépen én is. Kedves nézőink, köszönjük a figyelmet, viszontlátásra!